Sarkadi Emilia, miért van a tündéreknek szárnya? Dorka imádta a meséket, még a félelmeteseket is. Lefekvés előtt alig várta, hogy anyukája az ágya szélére telepedjen, és elmondjon egy újabb történetet bátor hercegekről, szépséges hercegnőkről, furfangos manókról vagy nagy erejű óriásokról. Leginkább a tündérekről szólókat szerette. Aznap viszont, mielőtt anyuka mesélni kezdett volna, Dorka megszólalt. – Anyu, miért van szárnyuk a tündéreknek? Anyuka felhúzta a szemöldökét, és ennyit mondott. – Miért? Hogy tudjanak repülni. – Azt tudom. Arra vagyok kíváncsi, a tündéreknek miért van szárnya, és miért nincsenek mondjuk szárnyas manók. Szárnyas óriások persze nem lehetnek, hisz túl nagyok hozzá. Őket egy helikopter sem bírná el, egyébként a tündérek szárnyal születnek, vagy csak később fejlődik ki nekik? Hát, mondta anyuka bizonytalanul, ez egy hosszú történet. Nagyszerű, tapsolt Dorka, imádom a hosszú történeteket, kezdheted is? A kislány magához ölelte mackóját, és várakozóan nézett az anyukájára. Most jön a tündéres mese, mosolygott. Hol is kezdjem? talán az elején, szólt közbe Dorka. Jól van, kezdem már, csak ne folyton közbe, így nem lehet mesét mondani. Szőni, a nagyi mindig azt mondja, hogy szőni. Dorka! Hallgatok, hallgatok! Anyuka megköszörülte a torkát, és mesélni kezdett. Régen a tündéreknek nem volt szárnya. Szükségük sem volt rá, hiszen varázspálcájuk egyetlen suhintásával odarepülhettek, ahova akartak. A csobogó csermei partján élt egy tündér, százszor szép. Százszor szép nevéhez híven, gyönyörűséges teremtmény volt. Szépségét csak jósága múlta felül. Nem élt a földön olyan teremtmény, akinek nem segített volna. Még a gonosz boszorkánynak is, vágott a szavába dorka. Százszor széptől kapta ajándékba a fekete macskáját, hogy ne legyen magányos. És a tűzokádó sárkánynak is. Gyógyfőzetet készített neki, amikor egy szörnyűséges viharban bőrigázott a sárkány. De hogy a mesémhez visszatérjek, százszor szépet mindenki szerette és csodálta. A virágok meghajoltak előtte, ha a réten járt, az erdei állatok lelkesen integettek, ha felbukkant az erdőben. Rajongtak érte a manók, az óriások, talán még a gonosz boszorka is. Százszor szép viszont a szitakötőket kedvelte a legjobban a világon. Ha csak tehette, egy kényelmes levélágyon gyönyörködött a szitekötők táncában a csermei partján. Bár csak én is veletek táncolhatnék, sóhajtozott ilyenkor, majd halkan dúdolni kezdte. Tánc, tánc, tündértánc, szirom szoknyán ezer ránc, lágyan libben, rebben a szélben, tündérhaj csillan a napsütésben. Aztán ismét felsóhajtott. Bár csak nekem is lehetnének szárnyaim. Meghallották ezt a virágok, összedugták fejüket, és így sutyorogtak. Százszor szép mindig jó volt hozzánk, illik viszonoznunk a jóságát. Ha százszor szépnek segítségre van szüksége, mi is jövünk, gyűltek össze az erdő állatai is. Miben segíthetünk? Bukkantak elő rejtekeikből a manók. Százszor szép szárnyakat szeretne, susogták a fák lombjai. A szírmainkból pompás szárnyakat lehet készíteni, ajánkoztak a virágok. Mi boldogan összegyűjtjük a szírmokat, serénykedtek az állatok. Ügyeskező szabóink pedig el is készítik egy-kettőre, kurjantották a manók. Százszor szép álma valóra vált, boldogan táncolt a szitakötőkkel. Híre is ment tündérföldön, hogy százszor szépnek szárnyat vartak. Nem is kellett több a tündérlányoknak, ők is szárnyat szerettek volna. Jaj, mit tegyünk, ennyi szirmot nem tudunk adni, abba belepusztulnánk, sírtak a virágok. Nem is győznénk összegyűjteni, ingatták fejüket az állatok. Ennyi szárnyat képtelenség elkészíteni, jelentették ki a manók. Százszor szép elszomorodott. Ha az én szárnyaim ekkora felfordulást okoznak, inkább visszaadom őket. Csak ne sírjatok! Fordult a virágokhoz. Ha nekem se lesz, akkor a többi tündér sem fog szárny után sóvárogni. nem kell megválnatok a szírmaitoktól. Macska karom és póklába! Hát ekkora butaságot még életemben nem hallottam! rikácsolta a gonosz boszorka, aki szinte a semmiből termett a csermei partján, vállán fekete kandúrjával, bergengóccal. – Akkor a lármát csaptok, hogy a kunyhó még elhallatszik? – zsörtölődött. – Tündérek, szírmok, szárnyak! – Seprűnél nem kell jobb a repüléshez. – De, ha szárnyakat szeretnétek, én tudok segíteni? – mondta százszor szépnek. – Bár a gondolatától is kiráz a hideg, hogy jót cselekszem – de hálás vagyok Bergengócért, ezért megteszem a kedvedért. Kezeivel megérintette százszor szép sziromszárnyait, és ezt mondta. Macska karma, béka hája, legyen a tündérnek szárnya! Kutya benge, száraz kérek, teljesüljön, amit kérek! Így történt, hogy a gonosz boszorka életében először is utoljára jóra használta varázs erejét, és nem csak százszor szépnek, hanem valamennyi tündérnek szárnya nőtt. A virágoknak nem kellett feláldozniuk a szírmaikat, az állatok és a manók is megkönnyebbülve térhettek haza. Százszor szép pedig kacagva keringőzött a szitakütőkkel. Tánc, tánc, tündér tánc! Ez volt a legszebb mese, amit valaha hallottam. Lelkendezett dorka. Holnap kimehetnénk a tópartra megnézni, hogy cikáznak a szitakötők? Javasolta. Hát ha velük táncol majd százszor szép is? Remek ötlet, bólogatott anyuka. És majd énekelünk is? Még táncra is perdülünk, mondta az anyukája, és dúdolva becsukta maga mögött az ajtót. Tánc, tánc, tündér tánc!